Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Napvilágra kapott egy hír, miszerint új AMD videókártyák érkeznek az RX Vega alatt, tehát állítólag Vega XTX, Vega XT, Vega XL néven. Persze a hírt azt fenntartásokkal kell kezelni, ugyanis egy külföldi oldalon jelent meg, tehát találkoztunk már olyannal, hogy kamu hírt tettek közzé ezen az oldalon, de mindenféleképpen elgondolkodtatásra késztet, tehát láthatok itt egy kis táblázatot a videókártyákról, és akkor láthatjuk, hogy például 8 GB HBM2 memóriával közelednének a videókártyák. Látjuk a fogyasztást is, tehát olyan 300 watt körülire satszolják, az XTX-nek több. Ez mind szép és jó, csak hogyha szétnézünk az AMD házatáján, akkor azzal találkozunk, hogy a videókártyáik fogynak kifele a piacról, tehát ami már eddig megvolt, nekik már az sem kapható. Ezek a modellek csúcs kategóriában jelennének meg, tehát kifejezetten felső kategóriás, nyilvánvalóan jó árcímkével rendelkező videókártyákról lenne szó. Csak nem értem, hogy az AMD-nek ez a stratégiája az mégis mennyire logikus, hogyha lehet hinni a hírnek, mert átlag felhasználónak nem kell ilyen drága kártyát. GTX 1080 és a fölötti árcímkére kell gondolni, ugye a hazai árak viszonylatában. És nem biztos, hogy az átlag gamerek pont ennyit szeretnének videókártyára költeni, márpedig azok a videókártyáik, amik pont a nagy többség pénztárcájának szól, korábban remek árérték arányt képviselve, eltűntek a piacról, gondolok az RX 470, 480, RX 570, 580-ra, és a használt piacon is dupláron találkozhatunk velük. Na most ilyenkor két dolog esedékes, valaki vagy annyira megrögzött fanatikus, hogy a kifogyó kártyákat még így is meg akarja venni, és fizet érte dupla árat, amiért kb. Dupla teljesítményű videókártyát is lehetne venni, mondjuk Nvidia oldalon, függetlenül attól, hogy most ki AMD, ki Nvidia szimpatizáns, ha józan észre végig gondoljuk, egyszerűen dupla teljesítményű kártyát azonos áron fogunk inkább megvenni, mint a fele teljesítményre képes RX szériás kártyákat. Most mivel se kapni nem lehet már a piacon, csak használta nagyon drágán az erős középkategóriás RX videókártyákat, amire a nagy közönségnek leginkább véleményem szerint is szüksége lenne, mert valaki AMD ellenesnek bélyegezne meg, nem is először. Addig az AMD kalkulációi szerint már a teljesen drága, teljesen felső kategóriát célozná meg, és akkor hol marad a igazán nagy közönség videókártya, tehát most jött ki az RX 570, 580 és nem kapni már a piacon. Persze erre vannak különféle magyarázatok, hogy most ez történt, az történt, én utána jártam nyilvánvalóan. Ebből az jön le, hogy egymáson röhögnek a valamennyire is témában jártas emberek, hogy ők sem hiszik el a sok sztoriból, hogy most éppen ilyen dolog történt, vagy éppen olyan, tehát többféle magyarázat van. Így az Nvidia is reagált erre a dologra, tehát is áremelkedések vannak, és mindenféle magyarázatot kapunk erre, most valószínűleg nem kell mindent elhinnünk. A lényeg az, hogy tökéletes érvágásnak tűnik az AMD-nek az, hogy egyszerűen nem tudja produkálni a jó árérték arányban lévő videókártyáit. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A Shadow Warrior YouTube csatorna támogatásra szorul, kisebb-nagyobb támogatásokat szívesen fogadok a csatorna további üzemeltetése fenntartásának érdekében. Az adományokat a feltüntetett PayPal e-mail címre tudod küldeni. Nézz szét a csatornámon, remélem te is örömödet fogod lelni benne, és ha tetszett, akkor iratkozz fel. Ha nincs PayPal számlád, vagy esetleg nincsen módod anyagi hozzájárulással támogatni a csatornát, következő módon tudsz még segíteni, megnyitsz tőlem egy lejátszási listát, ahol fel vannak sorolva a videóim, majd 10-15 videón keresztül reklámokat megnyitva, jobb klik, megnyitás új lapon, így PayPal számlán kívül fáradtságmentesen is hozzá tudsz járulni a Shadow Warrior YouTube csatornához.